Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Kistelek Városi Televízió híradóját látják. Kérem, tartsanak velünk, és tekintsék meg rövidképes ismertetőnket. Szeptember 26-án születi mulatságnak adott otthont a Hétszínvirág óvoda. A délelőttöt a gyermekek zenés-táncos produkció nyitotta, majd szőlőpréselés, muskészítés, parkácsolás várta őket. A születi nyílt nap idén is lehetőséget nyújtott a szülők és gyermekeik számára a közös élményszerzésre. És hogy itt ne legyen eső a születre, ezért egy kicsit énekelünk a napocskának, és menézetek, csak oda már megint kezd elbújni. Jó? Megfogjuk a kezünket. Ügyes vagy. Csogi fogjuk a kezünket, és menjünk meg. Jó? Egyre nagyobb a készülődés, a Hétszínvirág óvodában születi mulatozást tartanak. Mi várja a mai délelőttön a gyermekeket? Hát születi mulatozást tartunk való igaz, a hagyományaink közül ez az első őszi, amikor a szülőket és nagyszülőket is nagyon sok szeretettel hívtuk és vártuk, és gyűjtöttük a szőlőt, bár nem bíztunk benne, hogy talán lesz még, de úgy nézem, hogy a szülők lelkesen hordják a szőlőket, amit le tudunk aztán darálni, sutulni és megkóstolni a nagyon finom szőlőlét, és köszönjük szépen az étkeztető cégünknek is, hiszen ők is felajánlottak egy láda szőlőt, ami a gyerekeknek szintén az élményéhez fog hozzájárulni. Az első napirendi pont ugye a mai napon, amikor minden csoport egy kis műsorral kedveskedik a megjelenteknek, majd utána lehetőség nyílik a hagyományosan, hogyan készül a must folyamatának a gyakorlására, tehát a szőlőmosásra, dalárásra, sutolásra, illetve lehetőség lesz majd kézműves tevékenységre, amit a szülőkkel együtt végezhetnek a gyerekek, és természetesen a szabadjátéknak mindig teret adunk. Fontos az, hogy a gyermekek ezekhez az őszi hagyományokhoz hozzákapcsolódjanak és megismerjék ezeket. Én azt gondolom, hogy ezek a régi hagyományok már lassan feledésbe merülnek, hiszen a rohanó életünkben mindent gépiesítünk, mindent másképpen oldunk meg, és nagyon kevés olyan családot ismerek, hallok, látok, akik ezt még ápolják, ahol a családok összegyűlnek egy hétvégi szüretelésre vagy disznóvágásra. Mondjuk a disznóvágás azt nem hozzuk be az óvodába, de azt gondolom, hogy ez a szüret, ez egy olyan lépés és egy olyan lehetőség, amikor egy kicsit közelebb kerülnek akár a pedagógusok is a szülőkhez, és egy kicsit tudnak a gyerekek is beszélgetni a tevékenységek közt, meg természetesen a gyerekek is megismerik ezt a folyamatot, és azt nem szeretném kihagyni, hogy a szülőknek nagyon nagy köszönet érte, hiszen sütöttek süteményeket, sütöttek krumplis pogácsákat a csoportoknak, amit majd a műsor után, illetve az ünneplés után elfogyasztunk. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a segítségét. Apukákat várom szeretettel, hogy átvegyék a munkát. Nézzük, hány ügyes apuka van, aki tud találni. Mennyi szervezéssel járt, hogy ez a mai délelőtt létre tudjon jönni? Hát azt gondolom, hogy ha nem lennének ilyen kolléganőim, akik vannak, akkor nagyon nagy szervezéssel járna ez, de mivel már évek óta mi ezt csináljuk, tudják nagyon jól, hogy milyenkor a teendő, hova kell fordulni, kit kell keresni, mit kell kérdezni, és így azt gondolom, hogy gördülékenyen megy a szervezés. Gyere elé! Hát van, nem lesz a nagy. Jó, nekünk.
A gyerekek részéről rettentő nagy várakozása van, hiszen tudják nagyon jól, hogy ez más ez a nap, mint a többi, hiszen ilyenkor jöhetnek a szülők, együtt tevékenykedhetnek, együtt dolgozhatnak, és ami talán a legjobb a számukra a napban, hogy aki tudja, az haza is viheti a gyermekét, és azt gondolom, hogy a legnagyobb öröm az, amikor a gyerek és a szülő együtt van. Alára ki lehessen préselni a levét a szőlőn. Vigyázzatok! Öcsi, gyere elért! Oda nézhetik, mindjárt folyik a folyik. Vigyázzatok, majd ne isten! Kérdek, és akkor folyik a musz kifel. Megisztom. Gyere, csinálj valaki. Úgy, nyomja. Ugye kéne jobbasztani, nem? Szeptember 21-én városunk főtere adott otthont az Európai Mobilitási Napnak. A délelőtti játékos foglalkozásokon a gyermekek az autómentes biztonságos közlekedésről tanulhattak, a legügyesebbek ki is próbálhatták magukat az interaktív kresszpályán. Euromobilitási családi napot tartanak szeptember 21-én Kisteleken. Miről fog szólni ez a mai nap? Tehát minden évben tartottunk már 3-4 év óta ilyen euromobilitás családi napot, és ezt az idén is szerettük volna megtartani. Vannak szokásos programjaink, például a gyerekeknek hátunk mögött látható kis kresszpálya, vagy motoros pálya, amin lehet közlekedni. Ez az idén annyiban újult, hogy most táblák és igazi fénysorompó is van, tehát ugye egy kicsikét valóságosabb a pálya. A rendőrség ugyanúgy csinált ügyességi pályát, ami az iskola udvarán van, és ott lehet kipróbálni, illetve a kincskereső programunk is zajlik. Ennek az a célja, hogy kicsit megmozgassuk az embereket, és lehetőleg tehát nem autóval, hanem kerékpárral, illetve gyalogosan megtegyék ezt az útvonalat. És jelenleg négy pontra helyeztünk el a kincs darabjait, amit hogyha minden egy darabot valaki összeszed, itt bemutatja, akkor egy kis ajándékot tud választani. Ezen kívül van kreatív foglalkozás, kézműveskedés, vannak társas játékok, közlekedéssel kapcsolatos kifestők. Minden programnak az a célja, hogy a családok együtt legyenek, egy kicsit meg tudjuk őket mozgatni, és lehetőleg ne autóval, hanem kerékpárral, gyalogosan töltsék el ezt az időt. Este pedig lesz egy kalantúra, az esti kalantúra. Ezt tavaly tartottuk először, és nagyon nagy sikere volt, és sokan várták. Ennek az a lényege, hogy van, innen indul a program, és van 6 állomás, ahol egyrészt meg kell fejteni egy rejtét ahhoz, hogy valaki a menetlevelében megkapja az aláírást. Ezen kívül egy rejtvény mondja meg azt is, hogy hol a következő állomás, és így kell végigmenni a csapatoknak, utána itt ugyanide érkeznek vissza, és itt majd zsíros kenyérrel, meleg teával várjuk őket, aki teljesítette az útvonalat. És most az idén a kérdéskört, mivel a fölműves nap is ma van, ezért úgy próbáltuk összeállítani, hogy a megoldandó kérdések egy kicsit a mezőgazdasághoz kapcsolódjanak. Mai délelőtt erősen kapcsolódik az autómentes világnaphoz. Miért fontos felhívni a figyelmet arra, hogy ne csak autóval közlekedjünk? Egyrészt szerintem az autóval való közlekedés ma már öngól, hiszen annyian mennek autóval, hogy nem érünk oda gyorsabban, hanem sokszor inkább lassabban, később. Illetve szennyezzük a környezetünket az üzemanyag káros anyag kibocsátásával, és én azt gondolom, az egészségünknek is mindenképp jobb, ha kerékpárral gyalogosan megyünk, hiszen mozgunk. Én is járok természetesen autóval, amikor szükséges, tehát azt gondolom, hogy vannak olyan alkalmak, amikor természetesen az embernek nehezebb dolgokat kell vinni, vagy olyan a körülmény, de amikor megtehetjük, akkor a saját egészségünk, illetve a környezetünk érdekében sokkal jobb, hogyha kerékpárral közlekedünk.
Szeptember 21-én a Szent István tér adott otthont a Földművesek napjának. A délelőtti rendezvényen babgulyás főzéssel, zöldség és gyümölcskóstolókkal hívták fel a figyelmet a mezőgazdaságban dolgozók egész éves munkájára. A Kertbarátok Egyesülete friss zöldségekkel, gyümölcsökkel várta a kilátogatókat, míg a Vicsai Lajos helytörténeti gyűjtemény mini kiállításán a paraszteszközökkel, szerszámokkal ismerkedtettek meg a helyiek. Szeptember 21-én a Földművesek napját tartjuk Kisteleken. Hogyan elevenedik meg a földműves lét itt a főtéren? A Kertbarátok körét hívtuk meg, hogy segítsenek nekünk. Kiállítottak mindenféle gyönyörű zöldséget és gyümölcsöt, illetve kóstolni is lehet ezeket, és az általuk megtermelt finom alapanyagokból egy nagyon jó illatú babgulyást készítenek, egyelőre csak az illatokat érezhetjük. Szeptember 17-én tartották a Földművesek napját. Mennyire fontos, hogy napjainkban is foglalkozzunk a földművességgel? Én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hiszen ők azok, akik a minőségi élelmiszert megtermelik. Az ő kezük nyomán dicséri minden, amit a zöldségesboltban vagy akár a nagyáruházokban megkaphatunk. Ezt a napot véletlenül találtuk meg igazából. Én úgy tudom, hogy Magyarországon már jó néhány éve ünneplik a Földművesek napját. Mi ezt most így első alkalommal kicsit szűk körben egy kis bevezetőként szerettük volna megtartani. Készült egy fantasztikus film is a Kistelek TV jó voltából, amit ezúton is köszönünk. Lehet kipróbálni egy picit a mezőgazdasághoz kapcsolódó tevékenységeket, krumplival lehet célba dobni, ki lehet próbálni, hogy milyen nehéz is talicskával terhet tolni, illetve gumicsizmával is lehet célba dobni. A háttérben különböző mezőgazdasági eszközök is találhatók. Honnan érkeztek ezek a felajánlások? Ezek igazából nem felajánlások, illetve korábban biztos, hogy azok voltak. Mi a Vicsai Lajos Múzeumból kölcsönöztük ezeket. Mi várja még itt az érdeklődőket a nap folyamán? 12 óra tájékán egy nagyon finom babgulyás, ezt már említettem. Utána 3-ig még ugyanezek a programok mennek, a sportágválasztó, az Euromobilitas, lehet kosárlabdázni, teherbiciklizni, tesztet kitölteni, nagyon színes programunk van. Este pedig egy csillagtúra fog következni. Szeptember 27-én a Magyar Diáksport napja alkalmából a Kisteleki Általános Iskolában is mozgásra ösztönző sportfoglalkozások várták a gyermekeket. Az általános iskola testnevelő tanárai szervezésében közös bemelegítéssel és az idei évnek megfelelően egy 2024 méter hosszú távú futással kezdődött a péntek délelőtt a gyermekek számára. Még mielőtt rajthoz álltok, nézzétek meg a cipőfűzőt, hogy be van-e kötve. Ez kardinális kérdés szokott lenni, hogy első 3 méteren el szokunk bukni benne. Illetve figyeljétek ott a szűkítőt. Ki lehet menni a kiskapun is, meg a nagykapun is. A kék szőnyeget azért raktuk fel oda, hogy véletlenül se legyen baleset, illetve a villanyoszlopra is megkérlek benneteket, hogy figyeljetek oda. Szeptember utolsó péntek délelőttjén mozgással telik meg a Kisteleki Általános Iskola udvara. Mit kell tudni a mai délelőtről? Igen, a mai napon szervezi a Kisteleki Általános Iskola is, mint nagyon sok iskola még az országban, az Európai Diáksport napját. Úgyhogy ezen a napon korán reggel már itt futással fogjuk indítani a napot. Először a felső tagozatosok fogják lefutni a 2024 méteres futásukat, majd utána a felsősök után az alsósokat is várjuk, és ők is megteszik majd a számukra kijelölt távokat. A Magyar Diáksport napját már 20 éve ünnepeljük Magyarországon. A Kisteleki Általános Iskola is már elég régóta csatlakozott ehhez a programhoz. Mik a tapasztalatok? Mennyire népszerű ez? A gyerekek nagyon szeretik. A reggeli futást követően délután sportrendezvényekkel is készülünk nekik. Nagyon fontos számunkra, hogy minél többet mozogjanak a gyerkőcök, úgyhogy ezért feltétlenül
szerettünk volna csatlakozni az idei évben is ehhez a rendezvényhez és megmozduláshoz, mert mind a mi számunkra, mind az intézmény számára nagyon fontos, hogy a gyerkőcök minél többet mozogjanak, és minél inkább szélesítsük azoknak a gyerkőcöknek a körét, akik szívesen mozdulnak meg, legyen akár az egy picike futás, vagy akár bármilyen sportág, amihez akár a délután tudnak majd csatlakozni. Miért is fontos az, hogy felhívjuk a figyelmet a mozgásra? Sajnos egyre rosszabbak a statisztikák, a gyerkőcök mozgásigénye nagyon lecsökkent, és egyre többet vannak ugye bármilyen okos eszköz képernyő előtt, úgyhogy minden lehetőséget próbálunk megragadni ahhoz, hogy egy picit megmozgassuk őket. Ugye az idei évtől mindennapossá vált a testnevelés óra is, pont azért, mert az a tapasztalat, hogy nagyon rossz irányba indult el a gyerkőcök egészségi állapota és fizikai állapota, úgyhogy ezért nagyon fontos, hogy minden lehetőséget megragadjunk, hogy egy kicsit pluszt adjunk a gyerkőcöknek, és az egészséges életmód felé vezessük őket. Kisteleki Általános Iskolában számos egészségre ösztönző, mozgásra ösztönző program valósul meg. Melyek ezek? Igen, próbálunk minél több fronton és szintéren jelen lenni. Legyen az az aktív iskola, amihez az idei évben csatlakoztunk, és ennek egy ilyen eleme is ez a Magyar Diáksport Napja, valamint a Millió Lépés az iskoládért, kihíváshoz is csatlakozott az iskolánk. Idén már a második turnust végezzük és csatlakoztunk. Úgyhogy minden lehetőséget tényleg megragadunk, amit csak tudunk, és nekünk ez az ismereteink közé bekapcsolódik, hogy minél színesebbé tegyük a gyerkőcöknek a mozgást és a ehhez kapcsolódó aktivitást. Miben segítheti a gyermekeket ez a sok mozgás? Igazából maga a fizikai aktivitás az jó hatással van a szív- és érrendszerükre, a testsúlyuknak az optimalizálásba, ezen kívül ugye a mozgás alapból is hangulatfokozó, jó kedvet ad nekik, itt a közösségépítés is nagyon fontos számunkra, közös bemelegítéssel fogunk kezdeni, próbálunk jó hangulatot teremteni számukra, és a közösség élményt is megadni a gyerkőcök számára. Önök a Kistelek Városi Televízió híradóját látták. Maradjanak velünk, hamarosan kezdődik heti Mozaik című műsorunk, amelyben ellátogatunk a Kisteleki Egészségfejlesztési Iroda utcai szűrésére, betekintést nyerhetnek a 24. Balástyai Zöldség és Virágfesztivál kiállításába, illetve professzor dr. Bardó Zsuzsanna biokémikus a GMO veszélyeiről tartott előadását is megtekinthetik felvételről. Keddi adásunk ismétlését vasárnap 10 órától, pénteki adásunk ismétlését vasárnap 14 órától tekinthetik meg. Iratkozzanak fel YouTube csatornánkra, kövessenek minket Facebookon, ahol eddigi adásaink mellett egyéb tartalmak is visszanézhetőek. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!